A hangyák földünk szinte minden területén jelen vannak, de mivel kicsik, képesek vagyunk azt hinni, hogy jelentéktelenek is, holott ez egyáltalán nincs így. Egy kutatás szerint például az amazóniai esőerdő teljes állati összes tömegének körülbelül 20%-át csak a hangyák teszik ki. Ez egy óriási szám, hiszen ha belegondolunk, az emlősök, a madarak, a hüllők és a kétéltűek összesen mindössze 10%-kal részesednek ugyanebben ebből az arányból. Körülbelül 14 ezer hangyafaj él világszerte, melyek közül 122 honos hazánkban. Csősz Sándor ezeket a rovarokat kutatja immár 20 éve. Gyermekkorában állatorvosi pályáról álmodozott, de aztán kamaszként lenyűgözte a hangyák fantasztikus világa. A hangyák képesek arra, hogy segítsék egymást. Ha egy nagyobb legyet visznek például haza, akkor a többiek oda mennek segíteni nekik, illetve ha valamelyik hangyadolgozó fáradtan tér haza a felderítő útjáról, akkor egy hangyadolgozó, hogyha őt megtalálja, akkor fölkapja és hazaviszi, hogy ne a fáradt dolgozónak kelljen hazavánszorognia. Tehát ez a kifinomult szociális rendszer vet rá engem arra, hogy a hangyákkal foglalkozzak. Sándornak nem kell sokáig keresnie, hogy érdekes bolyra bukkanjon. Bár egyedeik barnák, a faj mégis a vörös hangyák közé tartozik. Rendkívül agresszívek, miután leporoltam a kezem, és megszagolom azokat a ujjaimat, ahol ők jártak, nagyon erős hangyasapszalót lehet érezni. Tulajdonképpen ők ezzel támadnak. Ez a képződmény, amit itt látunk, ezt úgy hívják, hogy szolárium. Egy földből növények közé emelt kis kupoláról beszélünk, amelyet azért emelnek ilyen magasra, hogy süsse a nap. Ez alatt nagyon meleg van, és a lárvákat, illetve a bábokat ide fölhozzák a szolárium alá, hogy ebben nevelkedjenek. Ezen vörös hangyák kolóniáinak az egyedszáma akár a százezret is elérheti, de vannak olyan hangyacsaládok is, amelyek csak pár tucat dolgozóból állnak. Kis terekben, például korhat gajakban vagy makban élik le az egész életüket. Egy hangyakolóniát nehezen lehet az emberi szociális berendezkedéshez hasonlítani, ezeket az állatokat nem az egyed jól léte, hanem a boly túlélése motiválja. Társas életük összetettsége még lenyűgözőbb, ha belegondolunk, hogyan kommunikálnak, főleg feromonokat használnak. A hangyák kommunikációja nagyon eltér az emberétől. De elképzelünk egy olyan világot, ahol teljes a sötétség, és igazából csak szagok vannak, valamint érintéssel kapunk tájékoztatást arról, hogy ki van mellettem, és ő milyen állapotban van. Na ez a világ a hangyák világa. Ezt úgy kell elképzelnünk, mint hogyha bemennénk egy parfümboltba. És akkor minden egyes szónak, minden egyes információnak egy illat feleltethető meg. Ember és hangya. Bár nagyon különböző élőlény, mégis van, amiben hasonlít egymásra. Ilyen például a háborúzás vagy a gazdálkodás. Utóbbiban például a trópusokon élő levélvágó hangyák jeleskednek, amelyek szorgosan aprítják a leveleket, majd kis vitorlásokként a boly felé veszik az irányt a hasznos rakománnyal. A zsákmányt azonban nem a dolgos rovarok eszik meg. Nekik van egy speciális gomba a táplálékuk, amit ők maguk termesztenek. A levél arra kell, hogy a leveleken termesztik a gombakertet a föld alatt, ilyen nagyon védett helyen, meghatározott páratartalom és hőmérséklet mellett, amit a természetben ők maguk szabályoznak. A speciális gomba az egész faj fennmaradásáért felel, hiszen a levélvágó hangyák csak ezzel a gombatörzsel táplálkoznak, a gomba pedig csak a hangyakertészetekben található meg. Egy kolónia a fővárosi állat- és növénykertben is helyet kapott. Itt aztán szinte sose áll meg a munka, folyamatosan érkeznek az új levélkék, amelyekre idővel az értékes gombafonalak ránőhetnek. Náluk is kasztrendszer van, és vannak a nagyobb méretű dolgozók, akiknek az a feladata, hogy beszerezzék a zöldet, a leveleket, behozzák a gombakamrába, és ott vannak külön kisebb méretű dolgozók, akiknek meg az a feladatuk, hogy a gomba körül kertészkedjenek, oda teszik a friss leveleket, gyomlálnak, hogyha arról van szó, meg a szemetet is elszállítják, aztán külön van egy hulladékkamra, ahol ilyen viszonylag idősebb dolgozók dolgoznak. Ezek a hangyák, igazolva La Fontaine meséjét, rámutatnak, hogy a szorgos munka mindig meghozza gyümölcsét, jelen esetben a gombáját. És amivel folytatjuk, a hangya mint házi rovar, heti kétszeri itatással és etetéssel virágozhat a lakásba telepített mikrotársadalom.
A hangyák remekül szervezett társadalma rengeteg embert lenyűgöz. Nem csoda, hogy egyre többen adják fejüket otthoni tartásukra. Németországban már több mint 10 éves múltja van. Hazánkban pedig most kezd igazán terjedni a terrorisztika egy különös ága. Bakos Ádám is évek óta a hobbi hangyatartók közé tartozik. Én az interneten találtam rá erre, hogy ilyen egyáltalán van. Nagyon megtetszett benne az, hogy egy szervezetrendszert építenek a hangyák, egy szervezetrendszer az, amit én otthon tudok nevelni. Olyan ez, mint egy ilyen valós idejű stratégiai játék, van az embernek egy kolóniája, és azok egy egész népes családot alapítanak idővel. A kolónia mindig egy királynőtől indul, melynek a kezdeti időkben egy kémcső szolgál otthonául. A természetben úgy alapítanak bojt, hogy a királynő beássa magát egy általa jónak ítélt helyre, és mi ezt utánozzuk, tehát ez egy biztonságos, nyugodt hely, vizet zárunk el egy vattával, ezzel biztosítjuk a párát és az itatást, a mézet azt becseppentjük neki egy apró cseppbe, illetve feleségállatot is adunk neki a kémcsőbe, ami pedig fehérjét tartalmaz, és így az utódlást segíti elő. Ahogy a kolónia eléri a megfelelő egyedszámot, egy formikáriumba, vagyis kifejezetten hangyáknak készített terráriumba költözhet. Ebben a formikárium kockában például egy 3 éves, 2 királynős maggyűjtő hangya kolónia él. Az érdekességük egyrészt a nevükben is jól hallható, tehát hogy maggyűjtő hangyák. Ők a magokat beraktározzák a járataikba, ezzel tulajdonképpen tartalékot képeznek a nehezebb időkre. A formikárium hátsó része a párás védett föld alatti területeket imitálja. Nagyon érdekes az is, hogy a magokat tudatosan száraz helyre pakolják. Tehát a nedvesítő szivacs mellett nem hordják be, tudják, hogy ki fog csírázni, illetve ha alkalmuk van rá, akkor sötét helyre is rakják. Ugye egy ilyen formikáriumnál mondjuk ez nem annyira megoldható. A kocka másik oldalán, a külvilágot szimbolizáló részben egy különös halom figyelhető meg. Itt látható egy szemétdomb, tehát ők a magmaradványokat, rovarmaradványokat azt egy szemétdombra pakolják ki. Ez megint egy nagyon okos dolog, mert a legszárazabb, legmelegebb helyre pakolják a szemetet, azért, hogy megóvják a kolóniát a visszafertőződésektől. Ez nekünk is nagyon kényelmes, hiszen ezt a szemetet egyszerűen ki tudjuk venni innen. Nem kell a járatokat külön takarítani, hiszen ezt ők elvégzik. A kolóniában 3 különböző méretű dolgozó található. Mindegyik más és más feladatot végez a család életében. A formikáriumokból és a bennük tartható fajokból is nagy a választék. Egy-egy ritkaságért akár 100 000 forintot is hajlandók fizetni a terroristák. Ádám ma már foglalkozásszerűen tenyészti a hangyákat. Jelenleg 30-40 fajból összesen 200-300 családja van. Köztük néhány olyan kuriózum, mint ez a szövőhangyaboly. A különlegességük az, hogy a lárvájuk kiválaszt egy szövetszerű anyagot, ami hasonló, mint a pókháló, csak nem olyan tapadós, és ezzel építenek maguknak fészket. Nagyon érdekes, hogy a kolóniában a lárvák kiválasztják a szövetet, a dolgozók megépítik a nagyobb bojt, és mire a lárvák kikelnek, már egy nagyobb bojba kelnek ki. A hangyatartás persze, ha megfelelő kolóniát választunk, nem bonyolult. Heti kétszeri itatással és etetéssel virágozhat mikrotársadalmunk. A hobbiban sokáig lelhetjük örömünket, ugyanis a dolgozók fajtól függően átlagosan 4-5 évig, a királynők pedig még ennél is tovább élhetnek. A rekorder ebben a tekintetben 22 évig élt laboratóriumban, aztán hogy mennyit élt még előtte szabadon, azt nem tudjuk. Nem ritka vendégek a hangyák a laborokban sem. A Szegedi Egyetem kutatói például az apróságok eszközhasználatát tanulmányozzák. Megfigyelhető ugyanis, hogy a nehezen szállítható élelem bojba jutását tárgyakkal is képesek segíteni a hangyák. Kisebb netszívó anyagokat visznek a folyadékhoz, amelyeknek a felületére felfut a folyadék, méz, csepp vagy bármi egyéb, és ezt a tárgyat viszik haza a felületén a mézcseppel. Legközelebb, ha esetleg találkozunk otthonunkban egy-két hangyával, ne bosszúságot érezzünk. Inkább jusson eszünkbe mindaz a csoda, amelyre ezek az apró rovarok képesek.